Na hali hali, szavaztok gyerekek, üdv a csatin képen, jelentkezik következő SnowRunner részsel, ami annyira nem lesz SnowRunner, hogy az észak-afrikai sivatagba fogunk tevékenykedni. Ugye régebben is volt hagyománya az, hogy nem csak járműveket próbáltunk Spin Earth-be, hanem komplett mapokat is. Leginkább olyan mapok jönnek be nekem, meg jöttek be, amik ilyen komplett küldetés sorozattal vannak megárva. Emlékeztek rá például a Tátra mapra? Emlékeztek, vannak olyan régi nézőim, akik a Spin Tires-be a Tátra mapon végig verekedtük magunkat. Ezek nagyon bírom ezeket a mapokat, főleg, hogyha egy ilyen teljesen más koncepcióval állnak hozzá a játékhoz, mint a hagyományos módszer. És ezt meg is mutatom, hogy hogy értelmezem. Például ezzel az egy terrautóval kezdünk, így a sivatag közepén, konkrétan itt szét van már félig verve, össze-vissza van horpadva, kevés benne az üzemanyag, és megmutatom, hogy nincsen, abszolút nem is látod, hogy mi van a térképen, és nincsenek felszabadítható tornyok. Ez ilyen tök jó elveszett érzést ad kapásból a játékhoz, meg még ráadásul se építmények, se semmit nem tudtál felfedezni, hanem tényleg a sivatag közepén vagy. Szerintem böszme jó. Egyébként itt nézegettem már, hogy konkrétan van kettő darab küldetésünk, ami az egyik az, hogy egy ilyen, hát egy olajfinomítót kell talán megépíteni, a másik az meg egy hidat kell megépíteni, és így akkor már úgy nagyjából látod, hogy merre kell menni. Ugye itt van egy raktár, hát abba bízzunk, hogy ott talán valamit találunk, benzinkutat vagy valami ilyesmit is, mert különben ha nem, akkor nagyon nagy problémák lesznek. És itt van a bridge, amit ugye fel kell építenünk. Hát kell hozzá betonfödém, meg fémgerendák. Ezt aktiválom, aztán arra kellene megindulni. Az a gond, hogy rettenetesen kevés az üzemanyagunk, úgyhogy valahogy meg kellene oldani azt, hogy minél kevesebb üzemanyagból próbáljunk eljutni erre a pontra. Hát mivel sivatag talán tudunk torony iránt, bár itt van valami nagy hegység. Várjatok, ott nincs, nem épületek vannak? Nézd oda! Hú, hát ez nagyon, nagyon meg rá kell jönni, hogy merre megyünk, mit csináljunk, mert különben nagy probléma lesz, srácok. Úgyhogy ha láttok a távolba járművet, nem tudom, hogy ez egy részbe bele fog-e férni. De akkor... akkor azt mindenképpen fel kéne fedeznünk, vagy valamit kellene csinálnunk, úgyhogy rohadtul sasolni kellene, meg nem kéne összetörnünk még jobban a járművet. Egyébként így a mapot azt még egyáltalán nem próbáltam, szóval fogalmam sincs, hogy milyen objektek vannak rajta, vannak-e városok, vagy hasonlók, de nagyon jó értékelést kapott ugye a modok között, szóval szerintem nem csak egy snasz, sík, sivatagi mapról van szó, itt már látható, hogy például vannak ilyen, szerintem azok csak kövek. Van itt egy ilyen hegységszerű akármicsoda. Ugye nagyon-nagyon kevés az üzemanyagunk. Tényleg brutál kevés. Úgyhogy itt meg kellene próbálnunk valahogy minél gyorsabban fölvergődni és átmenni a túloldalra, ahol ugye a raktár van, és bízunk benne, hogy ott van valami üzemanyag is. Úgy srácolok, nem is tudom merre menjek. Csak az a baj, hogy folyamatosan fogy az üzemanyagunk, úgyhogy ez így... ez így nagyon necces lesz, nem tudom, hogy egyáltalán ezt meg tudjuk-e csinálni. Meg hogy itt föl tudunk-e venni? Úristen. Baromi jól néz ki ez a sivatag, jól áll ennek a játéknak. És rohadt jó, hogy meg van csinálva így, hogy ilyen... nem csak dűnék vannak, hanem ilyen hegyes rész is. Hát basszus, gyerekek. Hát meg vagyok lőve itt. Elég veszélyesen vezetek, tudom, de... próbáljuk meg minél hamarabb eljutni A pontból B pontba. Hoppá, még sziklás rész is van. Shit. Itt megpróbálunk fölmenni. Jó lenne nem felborítani a gépet. Egyébként a homokba is el lehet süllyedni. Ugye attól még, hogy itt nincsen sárató, még ugyanúgy működik ugye a homokos rész. Hoppá, hoppá. Nézzünk gyerekek, sasoljatok ezerrel, hogy valami járműved vagy bármit. Hopp, mi ez? Azt mondjátok, hogy egy komplett oda nézzetek, ez egy ilyen sivatagi jellegű várost is megépített a készítő. Hopp, elnézést. De nézzetek, milyen messze! Ott még, ott is, ott távolban is vannak épületek. 38 liter üzemanyagunk van. Hát én nem vagyok benne biztos, hogy ezt így meg fogjuk tudni oldani. Aha, ott a raktár. Itt egy ilyen, tiszta ilyen, várja, állj! Stoj, álljunk, nézzük meg. Sajnos zoomolni nem tudok, úgyhogy ezt el lehet felejteni. Basszus, ez nagyon necces lesz így, hogy nem tudom, hogy hol van jármű. Tényleg figyelj, nézzünk, meg a mapon ugye, aha, itt jöttünk át, jó, itt legalább látjuk, hogy ez fel van derítve, de hát ez nekünk édeskevés lesz.
És mivel tényleg nincsenek tornyok, figyeljetek, én kikapcsolom a motort, ezt legurulunk valahogy itt, jó? Sporoljunk az üzemanyaggal, minél inkább. És beindult a motor. Pedig csak egy féket nyomtam, de akkor is beindult. 35 liter üzemanyag, nem tudom. Én nem, egyáltalán nem próbáltam a mapot, úgyhogy lehet, hogy be fogunk szívni. Gyerekek, nem láttok egy benzinkutat vagy valamit? Hát itt meg viszont le kell menni, nem tudok kerülni, gyerekek. Ó, ez jó. Ezt jó megoldottuk. Bazza, nem lesz jó ez, gyerekek. Nem. 30 liter üzemanyag. Ez nagyon gyenge. Hát ez el van csezve, srácok. Ez így hiába. És bemegyek ide a raktárhoz. Ha mázling van, akkor van jármű. És nincs jármű, basszus. Nincs jármű. Na most akkor mi lesz, gyerekek? Várjátok, állítsuk meg a motort, gondolkozzunk. Nincsen semmi, nincs újra töltés, semmi basszus, semmi. Na, akkor most. Ez konkrétan nem lehet megcsinálni azt a mapot, gyerekek. Most ezt rohadtul figyeljünk, nem? Én tényleg nem tudom, hogy van-e jármű egyáltalán. Hát, hogyha ez így működik. A francba ezek között, a házak közötti, a kamera az eléggé elcsesződik. Hát bazza, nem lesz jármű, mert nem tudok mit csinálni. Konkrétan esélytelen lesz a dolog. Ott arra vannak valami hangárok, nem tudom, megnézem. 25 liter üzemanyag. Hopp, itt egy task. Várjál, itt egy task. Az álljál. C. B, állj meg. Oké, 24 liter üzemanyag. Mit kell csinálni? Hát valamit kell csinálni, 10 000-et ad, jó, de most ezt cseszhetem így. Ez megint halottnak a csók nekem. Bemegyünk itt, nem tudom, vannak valami hangárok. Hát, hogyha felvegyük a dombra, áttekintjük az egészet, hát ha valamit látunk. De mi ez valami katonai bázis? Egy bűnös járművet nem látok sehol, hát mi lesz itt velünk, gyerekek? Tudját, ott egy kocsi! Ott egy kocsi, úristen! Fogadjunk, nem lett benne semmi. Hát ez ki van találva, ez meg van bolondítva ez a mag, gyerekek. Ez látom, hogy ez nem lesz egyszerű. Ott egy autó. Oh yeah! Fuck yeah! Space, oh, várjál, állj. Nem tudok átülni, nem, ez baza nem mutatja, hogy izé. Hú, hát ez akkor mi a tököm? Ez csak egy design elem. Hát ez hivatás volt. Nem tudom, mit csináljak. Komolyan mondom, nem tudom, mit csináljak. Honnan szerezek egy járművet? Hát bemegyek ebbe a városba, aztán valami az lesz az. 15 liter üzemanyag. Hát köszönöm szépen, nagyon jó lesz, kitalálták. Úgyhogy maximum annyit csinálunk, hogy újraindítjuk a mapot. Azt másfele fogunk elmenni, mert ennek így kb. Nulla értelme van. Figyeljetek ezerre, gyerekek. Mert ez megszivatott az a jármű. Figyeljetek ezerre, hogy... Üzemanyag. Az egy 12 liter üzemanyagunk van. Bemegyek ebbe a katonai bázisra, csak lesz valami. Semmi. Tényleg? Hát elmehet a francba. Ó, egy pótkocsi izé. Várjál! Ha vennék pótkocsi, de mennyi pénzem van? Nem tudok. Nincsen semmi. Nem, nincsen. Üzemanyag szállító érte 4900-ba kerül. Hát de cseszhetem. Nincs pénz, gyerekek. Várjál, ez nem üzemanyag, ugye? Nem, ez nem üzemanyag. Nem, hát akkor jelölni. Mondjátok, hogy nem üzemanyag. Nem, hát akkor jelölni. Az-e? 5 liter üzemanyagunk van, gyerekek. Meg vagyunk szívodva nagyon keményen. És egyszerűen fogalmam sincs, hogy mi a tökömet tudnék csinálni. Esküszöm. Az mi? Az egy trailer? Ne! Kifogyott az üzemanyag. Cseszheted? Az ott egy izé volt. Nézzük meg. Felderítő üzemanyag tartály ott volt. Fullon van, gyerekek.
Hogy a szeme álljon meg? Hogy a szeme álljon meg? Ott volt. Ott volt, srácok. Basszus, egy liter üzemanyag a bullet. Nem is tudok csörlőzni, meg semmit sajnos ilyenkor már. Azt a begyár, nem hiszed el! Itt elcsesztünk, gyerekek! Na figyeljetek, akkor ezt egy ideje, ezt mindenképp egy újrakezdéssel fogjuk. Figyelj, maradjatok velem, gyors, kimegyünk a főmenüvel meg vissza, jó? Újrakezdem ezt a mapot. Hát ez cudor, ez cudor, ez ki van számolva, ez érdekes. Bár megmondom őszintén, igen, ez az egyébként, ez az a map, és nem normál módba indítom, és akkor erre ment, és az előbb kezdtem egyébként. Azt a betyár, gyerekek, hát mekkora izé volt, szopatás volt ez. Mekkora egy szivatás volt, gyerekek, ez? Ez borzalom. De egyébként nagyon élem, mirom, nagyon, várjál, B. Nyomunk egy embert, elváljuk a küldetést, és akkor tudjuk, hogy kb. Merre van, ugye, aktivál. És akkor ezt megjelöljük. És akkor egyelőre ezt vesszük fel, de viszont tudjuk, hogy merre kell verni. Jó, ez már most tetszik ez a map. Van kihívás, meg szerintem lesz is bőven. Úgy látom, hogy azért itt ki vannak számolva a dolgok. Mindenképpen valami járművet kellene még szerezni. Az a 100... Apa. Az üzemanyag az nekünk kevés lesz egyébként. Van visszaállítás. Mondjuk a visszaállítás lehet, hogy ide csap vissza. Nincs garázs. Úgyhogy hiába is lenne visszaállításom. Vagy gondolom hiába nyomnám meg. Valahol, nem tudom, ott menjünk. Ott van egy ilyen síkabb, vagy nem tudom, hogy nevezik. Lankásabb lejtő. Vagyis emelkerő, talán ott jobban föl tudunk menni. Aztán most egy kicsit dinamikusabban megpróbálunk arra eljutni. Hát bazze! Ez ki van találva ez a map, gyerekek? De imádom, amikor van ilyen. Jó, menjünk. Föl ne buruljunk, az a lényeg, azt a többi nem van szarva, gyerekek. Jó. Sziklák ezek, nem barátaim. Aha, jó. Ez lehet egyen jobb volt ez a taktika, hogy erre jöttünk. Meg akkor balra kellene orientálódni, hogy nem a raktárhoz menni, hanem akkor egy kicsit inkább erre, és akkor ugye le tudunk talán valahol menni, és egyből megyünk akkor a katonai bázisra, vagy valami hasonlóhoz. A bazze, mekkora, mit oda vágott nekem. Ugye tényleg el lehet süllyedni a homokba, úgyhogy arra figyeljünk, meg ugye föl is lehet borulni, szóval az se lenne baráti. Fölmegyünk ide a csúcsra, innen körül tudunk nézni jobban. Oh yes. Aha. Ott van, jó messze van egyébként, de viszont akkor nem megyünk le ide a városba most, jó? Hanem elmegyünk itt végig a dűnéken. Felborítani mondjuk lehet, hogy nem kellene a járművet. De ne higgyük azt, hogy nem fogunk felborulni. Hú, tök jó. Tényleg egy rengeteg pozitív értékelést kapott ez a map. Éreztem, hogy itt valami nagyon jóval fogunk találkozni, de én már most látom, hogy ez beigazolódott. Bírom, egyébként nagyon jól néz ki ez a homok. Tök el lehet ám süllyedni, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy lesz kihívás. Szóval ne aggódjatok azon, hogy most itt ilyen így közlekedünk, amikor ugye súlyjal leszünk, vagy rakománnyal, akkor esélyes, hogy nem fogjuk ilyen szuperül bírni. Ez annyira ki van számítva, gyerekek, hogy most is épp, hogy oda fogok érni. Hát ez egy őrület. És kicsit máshogy közelítem meg, hát ha meglátok valami járművet. Na hátulról. Csak mindig attól félek, felborulok. Na, itt vagyunk pont. Látjátok, ezt jó kitaláltam. Nézzétek, nincs a jármű, basszus. Petrol! Ott egy üzemanyag kurt, de nem vagyok benne biztos. Úgyhogy nem kockáztatunk, bemegyünk, fölcsatlakoztatjuk azt a valamit. És akkor meg tudunk belőle tankolni. Azt a betyár, mi volt ez, gyerekek? A rohadt életbe, az olyanokat... Ne! Azt hittem elposztolt az üzemanyag tartályom. Na mondom, akkor nekünk Sanyi vége. Új portkocsi felfedezve. Hát rohadj meg! Hát rohadj meg! Hát mekkora egy szíves, gyerekek! Azért ez... 25 literre, hogyha egyből idejöttél, akkor is annyivel, azzal tudsz
De most mi van? Szóval nem tudom fölcsatlakoztatni, mert erre jobb maga a gyerekek. Nem mondod, hogy nem tudod fölcsatlakoztatni, testvérem? Mi van? Nem lehet erre fölcsatlakoztatni, menjetek a francba, hülye készítő! Ha nem tudok, akkor tankolni. Akkor menjünk le oda a petrolhoz. Ott volt egy, szerintem az... Ott valahol láttam egy petrol táblát. Ó, Sanyi! Ne! Nem hiszem el, kidurrott egy kerekem. 20 liter üzemanyag, meg én. Ott láttam valahol egy üzemanyag töltő állomást. Szervíztábla, gyerekek, szervíztábla! Ott van az üzemanyag. Fogadjuk, nem működik, biztos, hogy... Figyelj, itt egy ilyen szervíz. Ez hogy működik? Tárolótól teljesen megjavítva. What? Nem is láttam még ilyen, hogy így működne ez. Ez remélem viszont működik ez a benzinkút. Ó, Jézus Isten, hallod? Basszus! Hát menjenek a francba! És van olyan, hogy szerviz és pász. Hát ez gyönyörű. Nagyon jó. Viszont ez a 200 literre sem megyünk Gámár búcsúba. Ott egy autó! Ott egy terautó, Dick! Ja, passzus! Hát nem hiszed el! Új terautó felfedezve, de végre! Várja! Megállítjuk a hizet. Mi ez? Aha. Jó. Van egy ilyenünk. Várja, üljünk már bele. Nézzük meg, mi ez. Aha, itt ez valami nagy dög. Ez is 200 liter. Fú, ez jó néz ki. Ez valami, valamit tudsz vele szállítani, úgyhogy itt összetett dolgok lesznek. De... Ez valami tényleg valami... Nem tudom minek a szállítani. Jó, most már az a lényeg, hogy át tudunk ebbe ugrani a nagy szar. Ugye? Az egy jó dolog. De viszont, hogy azt nem tudom fölcsatolni? A édesanyja valaga, nem? Ha nézzük körül, hogy taszkokat meg ilyeneket ugye tudnánk gyűjteni. Az a baj, hogy én nagyon parázok ettől, hogy kevés üzemanyagom van. Gyerekek, hát ez nagyon ki van számolva. Ez nagyon hard, nem? Ez a map. Figyelj, érdemes nézni a táblákat, tényleg. Ott az üzemanyag, meg szerviz. Hát ezt nem is gondoltam volna, hogy ezt érdemes. Mi van ott még? Town. Város. Ó, a frances sebben, hát ez nem... Nem mondod, hogy egyitől? Hát menj a francba. Viszont nincs pénzem, ugye? Pénz nélkül meg nem igen fog. Tudni venni például cuccilikat. Na figyeljetek, visszamegyünk a városba szerintem. Hát ez ilyen nagyon lepukkadt putri rész. De arra vagyok kíváncsi, nincsenek-e valahol taszkok, vagy pedig járműveg, vagy bármi. Ez a jármű, ez hogy megszivatott gyerekek? Hát ez csak egy ilyen dekorációs elem. Hogy rohadjon meg, mi? Na figyeljetek, visszamegyünk. Megyünk az úton, nem? Vagy nem? Menjünk az úton. Az a baj, hogy ezt annyit teszik ez a gép. Ezt felfedezzük talán akkor a többi részt is. Megnézzük a városban nincsenek küldetések. Gyerekek, annyira jók ezek a... Mennyit foglalkoztak ezzel a mappal, nem? Hogy itt tök összetett az egész. Már még most aztán körülbelül szerintem így... Egy csomó jármű van például, meg minden. Hoppa, itt egy küldetés. Ez volt, ezt felvettük ezelőtt. Csak most ugye... A új cél, ja. Jó, hát ezt felveszem, aztán egyelőre még nincs izé. Még nem. Valami telefonvezetéket húznak, ahhoz kell alkatrészt vinni, vagy mi a franc van. Az a baj, a küldetéseket se látod meg ugye normálisan. Ott egy izé, üzemanyag, tök jó. Figyelj, mi az? Azt oda be lehetett volna menni, de nem lehetett volna bevenni szerintem. Az érdekes, hogy itt egy autó, és az nem használható autó. Jó, itt ezt fel kéne deríteni, ezt a várost, én azt mondom. Hát, hogyha találunk járművet, látjátok milyen frankon el vannak dugva. Ez mi ez? Raktár? Rakománykezelés, bazze. Itt föl tudsz venni alkatrészeket. Fémgerendák, miket lehet itt fölvenni? Hájtsuk meg ezt az autót, itt egy raktár. Ezt már néztük ezelőtt, nem? Most ezt pont nem tudok rá nyomni. Hol vannak a izék? Építmények. Ott a füle... Itt van ez, ugye? Cement, burgonya, service port alkatrészek, és 15 van csak nála.
És itt... Itt van egy... Hát érdekes. Jármű alkat részek. Ja, hogy azt is lehet kell szállítani. Na de, mik vannak itt gyerekek? Mi vannak itt? Kicsit most már nagyobb legény vagyok, hogy ugye azzal másikkal esetleg be tudom mondatni a gépet, hogyha nagy a szar, de itt körül akarok még nézni egyelőre. Nincs-e valami? Nekem itt nagyon gyanús, hogy ez tök nagy az a város, figyeld. Itt még elmegyek ide föl, jó? Jó, oké? Itt még körülnézek. Egyébként ott hátul is elmehettem volna, mert ez is gyanús az a sorot. Pont egy ilyen garázssorszerű akármi. Igen, itt végig megyek, csak ezek a kidolt oszlopok. Ez egyébként egy ilyen háborús zóna, az tök látni. Hogy tök jó megvan, csak imádom az ilyet. Már nem a háborút, hanem magát azt, hogy ilyen... Kicsit ilyen elrugaszkodott ez az egész. Figyeljetek, ezerre nézzetek, hogy nincs-e valami küldetés. Tök autentikus minden, ilyen egyáltalán nem bádokházak, meg... Hoppá, mi a szar ez, gyerekek, figyeld. Ez mi a tököm? Ez csak ilyen decoration? Mi ez? Baze, az embert szivatják itt, nincs is rajta mapon semmi. Hát én azt hittem, hogy valami. Hoppá, 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 hoppá! Küldetés ráadásul, autómentős küldetés. Új cél. Cél. Feladat mutatása. Oké, ez jó. Követés indítása és valami recovery dolog. És meg is kell javítanom? Ezt is komolyan mondod? Ezt nem mondod komolyan, hogy van ilyen. Ez recovery-elnem kell, meg ott van, hogy repair-elnem kell javítanom, de az hol van? Egyáltalán. Ha jó, messze van testvérem. Hát oda, bazza, amire eljutok, arra levegy a lap. Na várjál. Hát most komolyan mondom, nem tudom, mit évből legyek. Elmegyünk oda? Hát, hogyha ott találunk valami érdekeset? Hát menjünk gyerekek akkor, menjünk, csináljuk azt. Hát ezt visszavonom, és akkor nem tudom, szerintem így... Az úton kellene menni, meg akkor, hát csá, megjelölöm ezt. Hát, ha találunk valamit közbe vég. Úton megyünk, talán lesznek még járművek. El nem tudom képzelni, hogy azt az üzemanyag tartályt miért nem engedte felcsatolni erre. Szerintem ilyen scout járműre való volt csak. Ez egy tök más csatoló van azért. Na, küldjük neki. Nagyon izgulok, tök jó ez a map, bírom. És akkor itt vége az útnak? Mint hogyha itt mutatod volna, hogy út megy, nem? Valamit mutat, aztán jó. Jó, akkor megyünk torony irány, csá. Ezen a sivatagos terepen annyira nem látod, hogy milyen az út. Mármint, hogy így... Aha, jó, hát itt volt a földút, ott meg az aszfaltos megy tovább. Tudjátok, mi az érdekes egy ilyen babba? Az, hogy ilyen tök ilyen új. Random. Nem tudod, hogy mire számít csak a következő kanyar után, nem? Hogy egy városőr, vagy egy leoblott sziklaperem, beszívott, vagy nem szívott be az egészet. Ez nagyon élemén. Gyerekek, ez annyira jó. Figyelj, megyek az úton, jó? Tudom, hogy jobbra kell menni, de szerintem jobbra kanyarodik az út, mert ott van ilyen sziklás rész. Ezért jobban is tudunk haladni, meg kevésbé borulunk fel, ilyesmi. Meg kellene nézni a mapot. Ez szerintem tök jó fele haladunk. Ott mi az? Ott van valami, bazza, mi az? Recoverálni kell, és meg kell javítani, bazza, az hogy az anyába, lagába. Ugye át tudod fejteni? Figyeljetek, meg tudjuk csinálni. Ugye át tudom fejteni talán, nem? Sőt, várjál, hát akkor azt a repairálni kell, javítani kell. Akkor azt tudom vezetni, nem? Mert csak az olyanokat engedi. Aha, híd. Mi volt ez itt? Nehogy ma! Ja, ezt a hídet kellene megjavítani, testvérem. Aha, akkor cseszhetem az egészet, ugye? Hát nem annyira, mert valahol itt le tudok dzsengelni.
Szerintem. Hát, imádkozzatok most, jó? Hogy itt valami, ne egy ordinári nagy szakadék legyen. Ja, ide kell akkor hozni, legalább ezt is felderítettük, ide kell hozni akkor az építőanyagot. Egyébként simán ide lehet hordani, mert nincs messze. Igaz, hogy még nincsen pautom. Ott van a, figyeld, azt a betyár. Gyereke, mi az Isten? Ott van egy terrautó egyébként. Meg mi a franc ez? Ez valami háborús övedet tényleg? Vagy mi van ott? Ez olyan, mintha sár lenne, vagy nem tudom mi az. Vagy olaj. Lehet, hogy olaj lesz basszus. Figyelj, ott is van valami e. Ott, jobbra. Ott. Megnézzük ezt. Ez mi ez? Ez nehogy azt volt, hogy aknemező, mert behidalok. Figyelj, le van zárva. De várj, azt meg tudom szerezni? Te én most parázok, basszus, hogy itt felrobbanunk a francba. Az egy jármű. Az egy flisztár. Bazza, én azt hittem, be tudom törni, Dick. Ott is van egy... De nem tudom, mi az a fekete valami. Hát rendesen fosok. Mik ezek? Azt nem mondd, bazza, hogy itt tényleg aknák vannak. Mik ezek? Mik ezek a csapdák, gyerekek? Hát hülye vagy? Mik azok a csapdák, gyerekek? Van, most azt hittem, hogy valami történt. Történt is egyébként, mi? Na. Jó, szereztünk egy verdát. Ez egy jó dolog. Tudunk karavánba haladni esetleg, ugye? Azt a rohadt érbe, gyerekek, innen kavarodjunk ki. Figyeljetek, én amondó vagyok, hogy nem merek lemenni azért. Nem tudom mi az, bazze, az valami... Megint valami dög. Ezt el kéne vinni haza. És akkor itthoz el tudnám hozni instant a kettő cuccot. És akkor abból ugye megint lenne pénzünk. Viszont ezt el kéne hazavontatnom. Gyerekek, ez a map, ez ordinári jó. Most ne haragudjatok, nem? És mondjátok, hogy nem, nagyon durva. Motor tönkre ment, nem... Ó. Oh. Mi a fasz? Ezek a izékre rámész, és így durva nagyot sebződsz. Az egyiken ritten tolatgatok, azt nem tesz jót. Na mi van már? Na, gyere ki onnan. Vigyük ki innen ezt a szart. El akar, azok ilyen, nem tudom milyen csapdák vagy mi akarnak lenni. De olyan szinten megakasztják a járművet, hogy az őrület. Na figyeljetek, ezt hol kéne húzni valahogy. Sanyi, hát mindenbe beakadunk. Az üzemanyag, egyébként akkor para ezen a mapon ez az üzemanyag téma. Gyere, ne szórakozz el vele, megyünk haza, jó? Megállítjuk a... Itt valahogy föl kell keveredni, szerintem így valahogy ezen az útvonalon fel tudok keveredni az útra. És akkor így. És érdemes akkor figyeld egyből itt lejönni a városba. Így, és akkor ugye oda. Na, hát nem olyan rövid út, de szerintem annyira nem is veszélyes. Oho, mi a franc, ilyenkor ledobta? Gyere testvérem, hosszú útnak nézzünk elébe. Megjavítjuk, föltankoljuk. És akkor tudjuk hozni a hithoz az alkatrészeket. Meg ott van benn valami, azt meg kéne nézni. Nekem gyanús vagyok ez, lehet, hogy ez valami olajos sár. Ez meg teljesen le van rottyamba, úgyhogy elég tehetetlen, de talán valamit tudunk kezdeni. Itt szerintem föl tudunk kapatni. És látjátok, hogy itt azért már képes ellásni magát a gép. Itt az előbb, meg hát ott ez húzza végig kb. Hú, ez a map, ez tökéletes, srácok. Egyébként az elejére van ködve. Azt néztem, elég fura, azért egy kicsit így az elejét rángatja, de jó van, úgy látom, hogy azért megyünk. Hát nem tudom, ezen a nagy lejtőn fel tudunk-e jönni. Oké, egész jó haladunk, egész jó vagyunk. Nézzük meg ezen, milyen, arra vagyok kíváncsi, milyen csatoló van, hogy esetleg nem-e tudja ezt elhúzni azt az üzemanyagos cuccot. Gyereke, ja, itt a leglankásabb, de még itt is szenvedési van.
Ez a katonai verziója ennek az ANK-nak, ugye? Ezek szerint. Tök jó, találtunk még egy járművet, már három van. Nagyon élem. Jaj, de jó, itt pont erre számítottam, hogy akkor így ki tudunk menni az útra. Gyerekek, háborús övezet van, hát mentjük a járműveket, csináljuk a küldetéseket. Iszonyatosan jó ez a map. Hát ez valahogy most jobban élem, mint Michigan, komolyan. Nem is kocok, azért ez nagyon ott van. Ugye, nyomok neki egy highway-t, Hát nem lett jobb, úgyhogy maradjon automatába. Jó kis Fleet Star. Itt azért elboldogul sok az út, sok az aszfalt. Majd arra közlekedünk vele, meg akkor meg tudjuk csinálni tényleg ezt a küldetést. Visszafele visszajövünk, megcsináljuk a küldit. Kettő géppel ugye, akkor nem kell pót. Mind a kettőre ugye fölfér a kettő-kettő rakomány. És akkor a hidat megcsináltuk, kapunk 10 000-et. A 10 000-ből meg esetleg tudunk valamit venni, amit magunk után tudunk csettinteni. Esetleg egy üzemanyag tartályt, valami nagyot, azzal ugye elboldogulnánk. Félek elmenni nagyon messze ezen a mapon, mert látjátok, hogy most is épp, hogy visszaérünk, és nem tudsz ugratni. Ha nincsen... Nincsen garázs, akkor hova ugratsz? Meg se bennem próbálni, szerintem bedob minket a kezdőzónába. Na hát ez jó. Egyébként élem. Tetszik. Nagyon tetszik ez a map. Nem is tudom, hát nagyon. Egy ilyen... Hát eddig nekem ilyen 10/11. Komolyan. Maga a hangulat. Tök jó, hogy vannak városok. Nem az, hogy ilyen... Ez annyira jól néz ki ez a város. Ilyen tipikus ilyen afrikai jellegű. Na, aztán akkor vesszük ám fel mindjárt. Megjavítunk mindent, megjavítatunk. Megtankolunk. Épp, hogy beérünk, basszus. Még jó, hogy visszafordultam. Még jó, hogy ezért nem mentem le azért a szarért. Mert ott mondom, még beragadok a sárba, vagy valami történik, akkor az tényleg nekem sanyi. Az a baj, hogy a hátulj, nem a hátuljára van körbe ez a szal. Úgyhogy elég furán fog fordulni. Túl kéne húznom. Valahogy így gondoltam. Lusta vagyok átkötni, pedig aztán annyira át is köthetném. Na gyerekek, oké. Okay. Várjál, rakománykezelés. Jaja, innen is tudnál fölveri dolgokat. Terrautó megjavítva, megyünk a kútra vele. Várjál, be kéne húznom a másikat. Mert különben ez nem igen javítódik meg, ugye? Végig kell húzkodnom mindenhol. Gyere testvérem, téged is meg kell javítani, mert le vagy rottyabban nagyon. Ilyenkor nem? Átkerülnem belé? Testvérem. Oké, megjavítódott. Most visszaülünk. Oda. Csörlődünk, azt be kell húzni ide is. Hát sajnos ez ilyen. Jó, én nekem is kéne. Oké, a full üzemanyag. Kimegyünk innen. Ide, beállítjuk. Nyomunk egy mapot, átmegyünk a Fleet Star-ra. Ezt is megtankoljuk nyilvre. Ebben semmi nem volt konkrétan. Oké. Bekötjük a másik mögé, és már visszük is a hithoz az alapanyagokat. Hát ez nekem így a Tátra mappal verseny, komolyan. Na, hadd kösse vér rá, mert ez nem volt túl jó, hogy az elejére volt ködve. Na. Hát mi a fasz? Ja. Négy nem indított el, ott ott nincsen izé, volt a taskpontod. Jó. Motor leállítását nyomok a másodikon. Ne használjon üzemanyagot, de induljon az is. Oké, gyerekek, akkor föl kellene venni, ugye? Várja, küldetés, tojgaolaj. Nem ez. Build Bridge. Követés indítása. És akkor föl kellene vennünk nekünk, eljünk ide.
És akkor bejövünk a városba. Tök jó, mert itt azért az útakon érdemes közlekedni. És akkor bemegyünk oda. És akkor fölpakolunk, ugye pont föl, négyet fel tudok rakódni. Jó, a gyerekek, szuper minden. Basszus, haladunk. Most már annyira nem érzem magam veszélybe. Figyeljetek, még elsőbségadás kötelező íze is volt. Tábla is volt, meg még felfestés is volt. Nem sokára éjszaka lesz, hát akkor lehet, hogy azt át fogom pörgetni. És nem esik az eső, végre egy mapon. És még ezt erre is figyelt a készítő, megcsinálta, hogy hát ne az legyen, hogy szakad az eső a sivatagba. Észak-Afrika, rohadtul meg van csinálva. Nagyon tetszik, gyerekek. De most itt egy kicsit be fog bugolni a GPS-ünk. Tudjuk, hova kell menni, szóval no problémó már. Na, ó, kocsi karaván. Egyébként ez tök jó, hogy össze lehet akasztani kettő gépet, és akkor mind a kettő ugye hajtva is van, irányítódik is, tehát a kormányoz is ugye a hátsó. Ugye mindig hozzánk próbál igazodni, az a lényeg. Úgyhogy nem csak az, hogy így húzzuk. Azt hiszem a Spin Tires-ben volt az, hogy mindig, hogyha te akartad rá, hogy valamerre menjen, akkor így állítgatni kell a kerekeket. Itt azért egy kicsit már kifinomultabb a dolog. Mi a tök? Mi van ott? Most ez álljál meg? Miért ott van, meg miért ott van hátul? Na mindjárt megnézzük, hogy ez most két különböző dolog. Akkor bemegyek ide, megnézem, hogy mi ez. De kellene kettő fémgerenda nekünk, ugye? Várjál. Ez minek számít? Ez egynek számít? Nem, ez kettőnek számít, nem srácok? Tök mindegy, mert semmiképpen nem tudok többet. Beton fölén kellene kettő. Szerintem kettőnek számít, nem? Mert úgy, tudjátok, hogy mit akarok mondani, csak nem tudom kimondani. Na nézzük, kell nekünk. Beton födém, talán itt a másodiknál azt fogja adni, nem tudom. Aha. Jó. Hát nem vagyok benne biztos egyébként, hogy ez nekünk jó, hogy ez elég lesz. Rohadt jó. Ilyet még nem is szállítottam. Na ide válunk, megállítjuk a motort, mind a két járműben meg van állítva. Időugrás csinálunk reggel 6-ig. Sivatagban reggel 6, gyerekek. Egy icipicit közös az idő, vagy nem tudom, vagy inkább lehet, hogy poros. Na, hát nem ezt akartam megnyomni, hanem az ANK-ra átmenni. Na várja, egy ilyet nem ártana. Aztán nézzünk egy olyat, hogy egy térképet, most valami frankót. Ugye a legoptimálisabb az lenne, hogyha itt mennék ki szerintem, így, akkor nem kell itt a sivatagon át vénkódnom, hanem egész végig, konkrétan aszfalton el tudunk jutni idáig. Utána onnan majd le tudunk menni, tudod hova. Jó, úgyhogy ez lesz itt a projekt. Kicsit meg kell fordulni, ilyenkor tolat a hátsó. Valamit próbálkozik, de nem annyira. Most meg lehet nézni, nézzétek meg majd. És kormányoz, látod a hátsó is. És ez tök jó, hogy nem csak egy ilyen kertetlen szart húzol, hanem van kormányozó. Úgy viselkedik, mintha lenne benne egy sofőr. Na, azt akartam mondani. Ez ennyivel meg tudtam volna oldani, hogy elmondom nektek, hogy miről van szó. Tényleg olyan, mintha lenne benne egy sofőr. Ez mi az? Ott, mi az? Basszus, nézz oda, egy nagy porfelhő ment. Nagy porfelhők mennek, nézd oda! Nem izé, nem felhők vannak ezen a mapon, hanem ilyen porfelhők. Látod ott fent? Ez böszme jó, hogy ilyen tényleg ilyen homokvihar szerű porfelhők úsznak. Ez azért megvan csinálva. Ez a map, gyerekek, hát nem tudom, ezután nagy lesz az elvárás mapok terén, nem? Egyébként itt meg úgy lapulnak a kerekek, meg a lengős csillapítók, ennél a vas rakománynál, meg a betonnál. Meg rendesen van súly. Hát nem is, jó is, hogy nem mentem le szerintem az aszfaltról, mert lehet, hogy itt besüllyedtünk volna a homokba. Jó, gyerekek, megyünk. Ezt meg hogy sikerült előhoznom, Mária? Folytatás. Igen, ez van ugye ilyenkor ez a
tudsz betölteni dolgokat, tudjátok, mert ilyen, ilyen, hogy nevezik, ilyen custom szkenárióban van elindítva ez a map. Ugye modolt mapokat így tudod elindítani, és így tudsz variálni dolgokat, de én szándékosan nem akarok, meg hát ne is legyen variálva semmi, hanem úgy, ahogy a készítő elképzeli, tudod. Hát ez a játék azért, most belegondoltok, ez megéri a pénzét. Mert tök jó, hogy például úgy működik a modolás is, ugye, hogy ha megveszed, nem tudom, szerintem törbe lehet, hogy nem is működik, hogy a játékon belül elérsz egy csomó modot, rengeteget. Meg még plusz, vannak olyan oldalak, ahol ha Steam-mel belogolsz, onnan is tudsz ilyen subscribe-olni, gyakorlatilag rányomsz, egy, tetszik egy mod az oldalon, rányomsz, és akkor hozzáadódik a játékhoz, belekerül a játékba. Szóval nem kell másolgatni semmit, hanem így nagyon egyszerű modolni. És azt akartam mondani, hogy ez egy ilyen végtelen játékidőt garantál, mivel csomó ilyen mob van, amelyik konkrétan nem az, hogy csak így ökörködni tudsz majd, hanem basszus, egy ilyen komplett sztorit köré csavart a készítő. Még olyanokra is figyelt, hogy mit tudom, hogy ne felhők menjenek az égen, hanem ilyen porfelhők, ilyen sárgás, szürkés porfelhők. Na hát mindjárt ott is vagyunk, ám sikacok. Kíváncsi leszek, hogy ez elég lesz-e. Ez tök jó lenne, mert akkor 10 000 a zsebbe. Mr. Army. Az van ráírva. Mr. Army. Egyébként ilyen US Army lenne, szerintem a valós. Hát rendesen szemmedenek a gépek, gyerekek. És basszus, elfogyott egy csomó üzemanyagunk. Lehet, hogy annyit kellene csinálni, hogy abból át fogunk fejteni egy kicsit ebbe, hogy ne az legyen, hogy ott megreked a közepén a ganyénak. Mert szerintem az nem olyan sokat eszik. Mi ez, gyerekek? Ennyivel tudunk menni? Hát ez őrület. Tényleg ez a vége. Ja, hát ez kb. Ugyanaz, mint a másik, csak ugye, ó, figyelj, valaki meg ilyen koszos lábbal belépett oda. Koszos az a valami. Ott a taposó levez. Hát ez lol. Mert itt föl tudunk egyáltalán vágtatni? Ez eléggé veszélyesnek tűnik. Ez az emelkedő. Na próbálkozzunk. Hát elrúgni nem fog, az biztos. Azért aszfalton csak nem rúgnak el ezek a kerekek. Bár a telepkerekek azok aszfalton nem a leghálásabbak. Valaki cross motor szokott cross gumikkal közlekedni motorra? Hát olyat lehet taknyolni aszfalton, annak nulla tapadása van, ugye? Na, skacok, pont jó szerintem. Ezt le is akasztom. Rakománykezelés. A bazza, ez a baj, látjátok, hogy ez kétfordulós. Ezt most láttam, hogy ez igen. Ez kétfordulós lesz. És be is, rá is csesztem, mert a födém az még nem kell. Igen, ez egynek számít. Tehát ez most nagy fél, de bocsász érte, gyerekek. Hát, hogy gyorsan nem mentem meg. Terautóváltás kellene. Üzemanyag újra tölt, és arra gondoltam, hogy igen, ebből a forrás az legyen. Hogy tudok fölmenni? Nem így kell akkor. Hanem a másikkal kell elindítanom. Hát ez szumi gyerekek. Viszont na, ezt az üzemanyag újra töltést a Fleet Starból veszünk át egy kis üzemanyagot. Oké, okay. És a Fleet Start-t azt fogjuk, azt itt megállítjuk, hát ezt most cseszhetjük. Oké. Okay. És megyünk a Lankával felderíteni, megnézzük, hogy mi van ott. Hát igen, hát kell még egy izé. Kell még egy vas. És ez miért jön elő néha ez? Jó, le kéne mennem, gyerekek, azt mondom, és megnézzük, mi van ott benn. Most ugye van egy csomó üzemanyagunk. Freestarból így át lehet, tök jó, hogy át lehet tölteni, és ez is tök reális, nem? Mert valószínű, hogy ez így működne valóságban is. Itt megpróbálunk fölkapatni balra. Ez
Ez jó ez a verda. Most ezt gyerekek, ez jó ez a verda, ugye normál végigjátszásban is ezt nagyon imádom. Figyelj, ott is van egy, meg ott is van egy. Az egyiket ugye ki kell bentenünk, a másik meg valami, úgyhogy megnézzük a jobb oldalit. Meg megnézzük, mi ez az a fekete dolog. És van egy olyan sonda gyanúm, hogy ez lehet, hogy olaj lesz. Meg a kövekre vigyázzunk, mert szana szétverjük magunkat rajtuk. Mi a pöcs ez, gyerekek? Mi a pöcs? Mi a pöcs ez? És mi ez a fekete? Vagy mi ez a fura talaj? Mi ez a fura talaj, gyerekek? Ez szerintem... Ó, bazza, ezt tudod mi? Ez valami olaj. Ez valami olaj, bazza. Te Sanyi. És itt nincsenek ám fák, hallod? Hadd de megszopatod, töcsém! Ne! Ez olaj, gyerekek, ez olaj. Várjál. Hát ide nem kell kimennünk, az a baj. Ez nagyon leszivatott. Ne. Ez olajjal átitatott homok. Ez az. Öcsém. Hát ekkora cumit. Ó, basszus, mi az anyámat csinálják, gyerekek? Ó. Egyébként erre a pótkocsira rakomány nem is tudok rakni, ugye? Hanem ez csak ilyen... Ugye ez ugrik, mint a Hortilla vagy gyerekek. Ez elég brutál ez a gép. Ma most látom. És ez menjek el oda. Egyébként van itt még egy út. Nagyon is érdemes lenne körülnézni. Hát ez valahogy ki kell kapnom onnan, bazza. Ez nagyon megszapatott töcsém. Na jó, el kell mennem oda. Hát ez szörnyű, de bocs, de ez van, gyerekek. De akkor már csináljuk azt, hogy elvegyünk ezen az útvonalon. Itt a hátsó traktust én kíváncsi vagyok, bazze. Hogy ez mi? Hogy itt nincs valami rejtett dolog. Már azt a biztos nincs. Utána meg ugye végig az aszfaltos úton. Oké. Gyerekek, ez brutál. Ez rendesen ugrik. Ezzel megpróbáljuk kikapni onnan. A Fritz-tárt nem nagyon merem mozgatni. Ja, itt meg akarom nézni, nincs-e valami benn. Ó, hát ez nagyon durván megy. Ez valami epic. Á, nincs itt benn semmi. Bejöttem direkt, mondom, hát ha találom valamit. Na, nem látok egy járművet sem, meg semmit. Olyan jól eldugták ezen a... Ó, az anyád úristen, hogy nincs itt semmi, mi? Jó, basszus. Ezekkel... Vannak itt komoly dolgok, gyerekek. Viszont ennek kapcsolható összkerék meghajtása van. Az azért jó, mert alapban meg nem zabálja az üzemanyagot fölöslegesen nekünk. Jó, hogyha csak kapcsolható. Na. Látom, hiába rakok hájgot, nem akar jobban menni, úgyhogy... Megyünk el, nézzük egy belső részletet már. Egy kicsit ilyen Icarus utóérzésem van ezzel a befordított műszerfallal. Na, meg a fobárrakással. Gyerekek, ez nagyon, nagyon megy. Ugye a lóvénk az nyista, úgyhogy ne is gondolkodjunk abban. Brutális, mekkora csörlő van ott hátul neki, gyerekek. Ez ilyen tipikus járműmentésre tök jó lenne, csak ugye a nagy sárba, meg az nagy olajos homokban nem biztos, hogy bele kellene menni vele. Jó, hát ezzel lemegyünk oda. Figyelj, meg kéne nézni egy útvonaltervet. Hogy? Mikor itt kiérünk ide.
Akkor itt próbáljunk meg akkor lemenni. Ne kerüljünk akkor át. Úgyhogy megpróbálkozunk egy ilyennel. Hát megpróbálom kirángatni azt a ANK-t. Hát ezzel beszívtuk. El sem tudom képzelni, hogy hogy lehet akkor azt megoldani, ezt a feladatot. Tényleg. Ott valami extrém terepjáró gép kell. Az a baj, nem tudunk messze menni, felderíteni. Ez a nagy problémánk. Kellene egy üzemanyagos, és akkor hosszabb expedíciókat tudnánk bevállalni. Várjál, hol kellene mennem? Nem itt. Na, de hogy nem, itt kellett volna lemennem. Ez nyerges a javából, gyerekek, de ezzel nehogy beragadjak oda, akkor baj van. Egyébként a free start azért nem viszem le oda, mert az aztán tényleg egy tehetetlen dög. Meg még ráadásul az is a probléma vele ugye, hogy nincs benne üzemanyag most már. Kiszívtuk az ANK-val. Hát ez jó, ez megy mind a disznó, bazze. Az Michiganben nincs meg ez a gép, ez nagyon brutális, ez nagyon durva. Nem tudom milyen motorral van szerelve, de beteg. Na, skacok, mindjárt meg is érkeztünk. Elvileg itt vagyunk valahol. Aha. Na, ott vagyunk, jó. Bele ne menjünk ebbe a nagy sárba. Nincsenek fák! Ugye mekkora nehezítés kapásból ez? Ez valószínűleg, hogy seggel előre fogok menni. Jó, már azért látni, hogy meddig van ez a dzsuva. Hát ez elég necces. Az a baj, hogy ugye simán ásod magad a homokba is. Ú, gyerekek. Ez nem lesz jó, basszus. Nem lesz jó. Összkereket mondjuk, hogyha kapcsoltam volna. Ez nagyon fosok, nem merek betolatni nagyon. Várjál, nézzük meg, mekkora csörlődési távolságunk van. Üj, bazze. Hát ez ki van számolva, öcsém? Be kell mennem valamennyire. Kézifék. Elért addig? Miért nem ér el? Miért nem? Most figyelj, mutatja pedig. Oké. Okay. Hogy rohagy meg, bazza? Hát ez remélem nem megszivatott. Ez majdnem megszivatott, gyerekek. Menjünk át az ANK-ra. Az ANK-nak meg eddig járt a motorja. Jó, hát akkor ezt nem lehet megoldani ezzel a gépekkel. Az biztos, gyerekek. Megnézzük a másikat. Meg lehet, hogy egy ilyen kirándulást tennék a hídon túl, hogy mi van még. Hát oda meg megint nem kell bemenni az ide, viszont itt mintha lennének utak, látod? De a járműhöz nem vezetnek be. Jó, hát én nem merek belemenni ebbe az olajba. Figyelj, itt most érintem ezt az olajat, jobb kerékkel. Más üljed el, vége van, érted? Basszus, hogy ez itt le van zárva. Ha. Nem is tudok átmenni sehol. Fönt. Aha. Ja, bazza, ez egy ilyen aknevező, hogy ne tudjál tovább menni. Bra, basszus, de durva. A életben belementem egy ilyen aknába. Basszus! Hát menjetek a francba, hogy aknevező van ebben a játékban. Na, én el fogok menni, arra körül akarok nézni, mi van a hit túloldalán. A maximum az ANK-nak akkor sonnyi lesz, srácok, hogyha nagyon nem találok semmit. Abba bízok, hogy van még egy város, vagy valami ilyesmi. Ilyek felmegyek itt, aztán magaslatról talán ellátok valameddig. Kövekre vigyázzunk azért. Aknamező, basszus! Hát az őrület. Na gyerekek. Dick!
Pocsim, pocsiga, mi van itt a Nick? Megyünk is, ne vicceljél. Ott is van valami, valami sorompó. Itt meg valami olajfinom, itt a tiszta Mad Max feelingem van, gyerekek, komolyan. Megérkeztünk izébe, Gastownba. Na azt a betyár, hogy meg van csinálva, gyerekek. Hát a készítő, benyalok neki a disztéren. Szerintem nincs valami jármű, azon imádkozok mindig, hogy valami... Valami jármű, vagy valami... Nem, nincsen. Ez itt a rakománykezelési dolog? Aha, rakománykezelés. Megállítjuk, várjál, nincs egy kis fölösleges üzemanyagotok? Aha, ez ilyen várjál, hol van? Olajos hordókat lehet itt. Hát akkor gondolom tovább kell majd vinni olajos hordókat. Na érdekes, kár, hogy nem lehet tankolni. Várjál! Rakományba fölrakok magamra. Ezek a hordók nem tűnnek biztonságos módszernek az üzemanyag vagy bármilyen más folyadék szállítására. Az igen, hogy akkor jó. Hát ez olajos hordók, ezt nem tudom használni üzemanyagként. Ugye, gondolom nyers olaj. Jó, megyünk tovább, mert körül akarok nézni. Legyen egy felderítés, mert biztos vagyok benne, hogy vannak még járművek a mapon. Figyeljetek, kockáztató. Max akkor kiesik az ANK izéből, a Pixisből. Ott van még a Fleetstar, azzal vissza tudunk menni. Meg hát így az aszfaltos úton elég gyorsan tudunk haladni. Bár lehet, hogy a Fleetstarral kellett volna közlekednünk. Az megint mi? Vége van a bulinak, gyerekek, vagy nem tudom, bazzá, komolyan mondom. Nem tudom, ez a... Ó, ott megy tovább az út, he, figyelted? Ne, bele az olajos dolgba. Ott is ilyen, ez itt ilyen nagyon háborús. A gyerekek, azt mondasz, hogy ez is süpped. Nézzük meg az első keréket. Hát nem érzem biztonságosnak, gyerekek, nem? Azt mondjátok, hogy itt végig tudok menni. Benyalom, és bemegyünk a közepébe, és ott döglünk meg. Akkor az úgy frankó lesz, srácok. Ez ilyen olaj. Ne! Nehogy elásd magad, és itt még több van. Basz, bejöttem az olaj mező közepén. Ne menj bele, orra! Azt a begyár, úristened! Ne! Kapj fel oda, kapj fel! A francnak jöttem ide be, hallod, már megbántam. Ti forguló, meg se tudsz fordulni, testvérem. Gyerekek, ilyen gyalogútnyi hely van, ahol tudsz közlekedni. De szó szerint érted. Nincs két nyomvonal. Hát jó, hát akkor hogyan? Most akkor hogyan tudsz oda bemenni, testvérem, nem? Nézd meg, ott van benne egy gép, az hogy szeret ki onnan? Én ide így leteszem ezt a kereket. Már nincs tart, figyeld. Nem tudsz bemenni oda. Na szódz ilyen, gyerekek, hogy oda nem tudsz bemenni. Nem megyünk arra a másik fele, talán oda vezet út, de ide... Ezt én ezt tudom képzelni, hogy a készítők mire gondoltak. És hogy szeret ki? Nem megyünk balra. Hát itt tudsz végig menni esetleg. De ugye megfordulni azt például felejtsd el. Vagy visszatolodsz az elejéig, vagy pedig itt ahol keresztezőrés van, nyomsz egy Y-t. Lecsúszol róla, vége.
És oda se vezet, bazze, nézd már meg. Megőrülök. Oda se vezet úr. Hát mi, mire gondoltak itt a költők, vagyis a készítők? Oda se vezet út, öcsém. Itt van az olaj. Ja, rajt is vagyunk. Ja, nem mutatja, hogy ilyen vagyok, az a szürke rész. Ja, mert tudom, nem kell bemenni, az biztos, bazza. Itt vannak olyan foltok, érted, de nem egészen beig. Tudja, ide valami, nem tudom, valami epic gép kell, helikopter, bazza. Kimegyek itt fönt, azt elnézünk arra még. Nem, el nem tudom képzelni, hogy tudom ezt megoldani, komolyan. Ne! Basszus. Ez olyan olyan mély az a cucc, hogy az... Jó, hogy végre kijártunk. Hát rendesen fostam, hogy itt fogunk maradni. Beraktak két gépet a közepébe ennek. Na nézzük, hogy mi a szitu. Itt még nyomok egy ilyen hát itt biztos, hogy vannak még dolgok. Föl kéne menni egy domtetőre. Ezt maximum majd kimentjük az alánkát, de valahogy én akarom tudni, hogy hol, micsoda van ezen a mapon, mert ez így... Itt aztán lesznek távolságú gyerekek, oda nézzél. Valami van... mekkora hegyek vannak a távolban, mi ott tököm? Nézd már. Mi a micsi... Azt a becs! Életbe! Jézus Isten, mi volt ez? A francesen be... Hát erre kiszámított, hogy ez történik? Ott meg ilyen rohadt nagy hegyek vannak. Jaj, ne kár, hogy ez megtörtént. Figyeljetek, a homokba belefúródott minden. Na hát akkor ez szerintem itt... Kivégeztük. Na jó. Cseszhetem. De még csörlőzni se tudnál, érted? Ah, jó. Srácok! Itt kemény dolgok vannak. Most egyébként ez el tudnám menni kimenteni, nincs olyan messze. De hogyha ez is elbukja, akkor baj van. Most srácok. Valahogy meg kéne kerülni az olajat. Figyelj, az a lényeg, hogy megjelölöm. Há, elmegyek. Lehet, hogy egy kicsit hosszú a videó, nem? De nagyon élem ezt a mapot, gyerekek. Tök jó. Jó nehéz. Na most látom, hogy egyébként epic nehéz. Hallod? Ez kiszámított arra, hogy a dűne mögött egy ilyen szakadék lesz. De megcsinálták. Hát azt szerintem nem én vagyok egyetlen, aki benyalja a gyerekek. Összkereket kikapcsolom, itt a homokon így el vagyunk. Akár. Hát az édesanyjuk szömit. Mekkora ez a map, nem? Nagyon durván jól meg van csinálva. 380. Jó, hát felállítom, nincs semmi gond. Meg esetleg tudok neki üzemanyagot is adni magamból, hogyha nagyon kellene. Azért az egész jó az a gép. Sőt, ez nagyon jó az a gép, gyerekek. Ezt nagyon bírom. Hallod, azt hittem, hogy egy dűne, tudod, hogy ugyanúgy megy lefele a másik felé. Itt nagyon kell figyelni, mert izé van. Hát úgy így átmentünk, azt egyszer csak BOOM! Hát nem dűrének néz ki, hogy nézd meg! Itt fölmentem rá, ott meg dír volt. Na, megjöttem, haver. Kicsit legközelebb jobban vigyázz, jó? Ez egy kicsit erős volt tőled, mit műveltél? Na, megállítjuk, azt megyünk tovább vele, még egy kicsit felderítünk. Hát bazze. De rendesen fejre estünk. Legközelebb itt figyelni kell ezekre. Ha itt is figyelj. Basz, mik azok a nagy hegyek? Mi ez a map? Jézus Úristen. Nem tiszta para ez a hely. Mi ez a hely? Óvatosba, gyerek, óvatosba.
Ó, itt is van valami olaj. Most látom. Ott is olaj, ott is olaj. És nem jutottunk sehova, ott lehet, hogy el lehet menni valami hágóba. Hé, gyerekek. Hát itt biztos, hogy van valami szerintem még, hát nézd már. Vissza kell mennünk legalább eddig a járműig. Nem tudok tovább menni. Itt vannak ezek a dűnék, nézd, amik ilyen ízések. Ilyen egy oldalú dűnék. Jaj, ugyanitt, majdnem megint megszívtam. Jó, nincs gond gyerekek, visszamegyek. 600 méterre van, azt bőven tudom teljesíteni. Kap egy kis üzemanyagot, aztán visszamegyünk a városba. Sajnos, én nem merek ugratni. Mert szerintem az ugratás az csak visszarakna oda a kezdő. Ha egyáltalán működik, de hát most kinézem a játékból, hogy ilyenkor nem működik, ha nincs garázsod, nem? Hol ugratsz vissza? Figyeljetek, milyen távolban ott vannak azok a nagy hegyek. És pazzeg, el lehet őre venni. Én nem gondoltam volna, azt hittem, hogy azok csak ilyen kamu hegyek. Most közben meg tényleg odaértünk. Nagyon kemény. Ja, várjál, hova jövök? Ja, túljöttem, nem baj. Majd egyáltalán nem. Mi is erre kell majd visszamennünk. Figyelj, mert lesz üzemanyagunk, addig akkor megyünk, jó? Ugyan meg egyet lehetetlen bemenni azért a járműért. Na, kapott egyet az üzemanyag tankunk. Ja, hát vissza kell mennünk Gerendáért. Sajnos. Vas Gerendáért. Hogy néz ki ez a map? Brutális. Tényleg epic. Szerintem tök jó fele megyek. Jó, oké. Okay. Tök jó fele megyek, tényleg. Mert így már kezdem egy kitapasztalni. Hát ez a map. Ez több mint brutális, tényleg. Nagyon jó. Figyeljetek, még végén vissza is fogunk érni. De egyébként az lesz. Nagyon tetszik. Tetszik ez a map. És tényleg az a csavaborsa, hogy ilyen elveszed vagy benne. Figyeljetek gyerekek, a végén visszaér a hülye gyerek! Végén visszaér a hülye gyerek! Te kereszteződ és pont beérünk be. Ki lett számolva? Jújha! Tökéletesen időzítéses dolog történt gyerekek. Eddig még egy küldetés nem csináltunk meg. Na, mennünk úgy. Oké. Na, gyerekek, innen folytatódik következő részben. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Hát nagyon tetszik egyébként nekem ez a map. Írjátok meg, hogy mi a véleményetek róla. Szerintem eddig ilyen 11/10-esnek mondható. Jó, magas is az elvárás. Remélem, hogy a többi is ennyire jó lesz. Na, köszi figyelmet, jók legyetek, sziasztok!